Az óvodai beiratkozásokra is hatással van a kialakult járványhelyzet. A minimális személyes kontaktus betartását kérte pénteken a köznevelési államtitkár és az oktatási hivatal az intézményektől és a szülőktől egyaránt. A körzettel nem rendelkező óvodák a jelentkezők beiratását április 2. és 20. között tartják meg. Arra is felhívták a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvodák hivatalból felveszik a körzetileg hozzájuk tartozó gyermekeket április 21-ig. Mindkét esetben kérik a szülőket, hogy a beiratási szándékot mindenképpen erősítsék meg telefonon vagy elektronikus úton. Nem lesz egyszerű feladat, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok család nem rendelkezik elektronikai vagy technikai eszközökkel, de megpróbálunk egy olyan stratégiát fölállítani, ami minden szülő számára elérhető lesz, és mindenki igénybe fogja tudni venni az óvodai beiratkozás lehetőségét. A megfelelő tájékoztatásban természetesen a város honlapja biztos, hogy segítségünkre lesz, úgyhogy azt tudom javasolni minden leendő kis csoportos óvodásnak és szüleinek, hogy feltétlenül Cegléd város honlapján tájékozódjanak. Az oktatási hivatal honlapján arra kérte a szülőket, amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretnék beíratni gyermeküket, azt elektronikus úton vagy telefonon jelezzék az általuk választott intézmény vezetőjének. Ennek határideje április 17. Az általános iskolák esetében is hasonló az eljárás. Itt a jelentkezések április 6-a és 24-e között zajlanak a nem körzetes iskolákban, míg a körzettel rendelkező iskolák esetében április 28-áig hivatalból felveszik az odatartozó kisdiákokat.